Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám szombati napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Nemesvámos határából, a Zöldsáv túra útvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én még mindig itt vagyok a Zöldsáv túra útvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen, gagyi videó lesz tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. És én a továbbiakban majd arrafelé fogok haladni, tehát abba az irányba folytatom tovább az én kis sétámat, de még mielőtt tovább haladnánk arrafelé, megmutatom néktek, hogy konkrétan az ezt megelőző videómban honnan is érkeztem, ez következik most. És akkor így fordulok egy 180 fokot, és akkor megmutatom néktek konkrétan azt, hogy én az ezt megelőző videómban honnan is érkeztem. Tehát én az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, arra felé van Veszprémfajsz, tehát abban az irányban van Veszprémfajsz, én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok tudni, hogy miről is dumálok. Így hát akkor én a továbbiakban nem arra felé fogok haladni, mivel hogy onnan jöttem, így hát fordulok egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább az én kis sétámat itt a Zöldsáv túraútvonalon, most már Nemesvámos határában. És akkor itt haladok tovább méghozzá, én a továbbiakban arra felé fogok haladni, abba az irányba folytatom tovább a sétámat, tartsatok velem! És akkor én már haladok is tovább ezzel a sétával, még mindig itt a Zöldsáv túraútvonalon, hiszen már az ezt megelőző videóimban is tulajdonképpen ezen a Zöldsáv túraútvonalon bókláztam, és ez természetesen ebben a videóban is így van, hogy ezen a Zöldsáv túraútvonalon bóklászok, de most már ugye itt vagyok valójában Nemesvámosnak a határába konkrétan. Hát hamarosan meg is fogok érkezni Nemesvámosra, mert tényleg hamarosan meg fogok érkezni Nemesvámosra, hiszen ugye a Zöldsáv túraútvonal csak Nemesvámosig jön, egészen Lovasfalutól, és akkor itt szépen haladunk tovább, ahogy látható ezen a felvételen, tehát folytatom tovább a én kis sétámat ezen a bizonyos Zöldsáv túraútvonalon, itt Nemesvámos határában tulajdonképpen. Itt a Dzsumbujon keresztül vergődtünk, és már itt is vagyunk valójában Nemesvámoson, mert már itt is vagyunk Nemesvámoson tulajdonképpen, lányok és fiúk, hiszen már ez itt Nemesvámos, hova most éppen megérkezek. Itt akkor egy kis körültekintés innen föntről. Íme, lányok és fiúk, itt vagyok már Nemesvámoson. Íme, ahogy látható ezen a felvételen. Hát valójában megérkeztem Nemesvámosra, ahogy látható ezen a felvételen. És így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk. Ott a háttérben látszik is a Kaphegyi tévétorony. Tehát ott a háttérben látható a Kaphegyi tévétorony is. És így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen, és én a továbbiakban arra felé fogok haladni, tehát abba az irányba fogom folytatni tovább az én kis sétámat, tehát haladok tovább abba az irányba, és akkor egy kis visszatekintés, hogy honnan is jöttem tulajdonképpen, hát íme, lányok és fiúk, én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát arra felé van Veszprémfajsz, tehát én abból az irányból jövök, abba az irányba van Veszprémfajsz, és én onnan érkezek, tehát abból az irányból jöttem, így hát a továbbiakban nem arra felé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy 180 fokot,
és folytatom tovább az én kis sétámat ezen a bizonyos zöldsáv túra útvonalon, most már itt Nemesvámos területén. És akkor itt szépen lemegyek a faluba, Nemesvámosra, és akkor haladok tovább abba az irányba. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És én már folytatom is tovább a én kis sétámat ezen a bizonyos zöldsáv túra útvonalon. Most már itt Nemesvámos területén, hiszen már Nemesvámos területén vagyok konkrétan, ahogy látható ezen a felvételen. És még mindig itt vagyok természetesen a zöldsáv túra útvonalon. Úgyhogy haladok tovább. Itt a zöld sávon, lányok és fiúk. És most már, ahogy mondottam az előzőjebben, már itt vagyok ugye Nemesvámoson. És valójában itt fog majd véget érni az én kis sétám is. Itt Nemesvámoson fog véget érni az én kis sétám. Konkrétan. És majd innen Nemesvámosról szépen visszamegyek busszal Veszprém városába. És majd elkezdem föltölteni ezeket az új, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videókat az én kis YouTube csatornámra. A szélzai elnézést és bocsánatot kérek tőletek. Tudom, hogy szélzajos vagyok, hogy szélzajos a felvétel, hiszen fúj a szél. A szelet meg ugye azt nem én szabályzom, mert ugye nem én szabályzom a szelet. A szél az fúj, ha kell, ha nem kell. De főleg akkor, amikor én videót készítek, általában akkor szokott fújni a szél, és ez most sincsen másképpen, most is fúj a szél, ahogy hallhassátok ezen a felvételen, és akkor szépen haladok befelé Nemesvámosra tulajdonképpen, tehát már valójában Nemesvámoson vagyok, hát konkrétan ugye az én kis sétám az majd itt fog véget érni, itt Nemesvámoson, hisz ugye az zöldsáv túraútvonal is csak idáig jön, idáig Nemesvámosig. Egyébként meg erről a zöldsáv túraútvonalról azt kell tudni konkrétan, hogy ez elindul Lovasfaluból, a templomtérről, a református templom elől, és tart egészen idáig Nemesvámosig. Ez a bizonyos zöldsáv túraútvonal. Közben érinti ugye Felső Őrst és Veszprém Fajszt is érinti, ez a bizonyos zöld sáv túra útvonal, ahol most is éppen bóklászok. És akkor szépen valójában meg is érkeztem Nemesvámosra, mert valójában már megérkeztem Nemesvámosra, ahogy látható ezen a felvételen. És szépen haladok befelé a faluba konkrétan. Tehát szépen a falu felé vettem az irányt, és az zöldsáv túraútvonal is bevisz engemet a faluba tulajdonképpen, be Nemesvámosra. Hát itt ugye már a kutyák is ugatnak, hiszen faluhelyen vagyunk, ugye? Faluhelyen meg ugye van kutya természetesen. Én is visszaveszem a hangot, tehát itt már nem fogok óbégatni, mint kint az erdőben. Tehát itt már azért sokkal visszafogottabban fogok én is dumálni, tehát itt már nem fogok óbégatni, mint kint az erdőben, mert ott aztán az senkit se érdekel, de itt azért már más a helyzet. És akkor valójában itt vagyunk Nemesvámoson, konkrétan. És akkor itt a zöld sáv, itt jobbra kell kanyarodnom, tehát itt akkor jobbra. Itt van egy útelágazás, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát itt van egy útelágazás. Igen, itt van egy kerékpárút is, arrafelé. Tehát arrafelé van egy kerékpárút. És itt vagyok egy útelágazásban, Nemesvámoson. És errefelé folytatódik a zöldsáv túraútvonal. Tehát arrafelé folytatódik maga a zöldsáv túraútvonal. Én pedig konkrétan, ugye, abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, arra felé van Veszprém Fajsz, tehát abban az irányban van Veszprém Fajsz, én abból az irányból jövök, tehát arra felé van Veszprém Fajsz, és így néz ki a közvetlen környezet,
ahogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen haladok tovább én ebben a sétával, ezen a bizonyos zöldsáv túraútvonalon, méghozzá arra felé, mert arra felé folytatódik. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor itt haladok tovább a zöldsáv túraútvonalon, és szépen bejöttem tulajdonképpen Nemesvámosra. Tehát ez már itt Nemesvámos, ahol most éppen bóklászok. Valójában ugye megérkeztem Nemesvámosra, ahogy látható ezen a felvételen. És itt vagyok ugye a zöldsáv túraútvonalon, még mindig. És akkor szépen haladok itt a zöldsávon, és itt majd balra kell kanyarodnom. Tehát itt akkor balra. Hát itt már a járdán fogok haladni tovább, mert itt már ugye van járda. És akkor arra felé folytatódik maga a zöldsáv túraútvonal. Tehát ő arra felé folytatódik, tehát ő abba az irányba. Én pedig ugye konkrétan ugye onnan jövök, tehát onnan jövök, abból az irányból jövök, és így néz ki a közvetlen környezet. Ez itt Nemesvámosnak az egyik önkormányzati utcája, és akkor szépen haladok tovább itt a zöldsáv túraútvonalon, méghozzá arra felé folytatódik a zöldsáv túraútvonal. Így hát én is errefelé folytatom tovább az én kis sétámat ezen a bizonyos zöldsáv túraútvonalon. Most már itt Nemesvámos területén, hiszen ugye megérkeztem Nemesvámosra konkrétan, és akkor már itt haladok Nemesvámoson, Nemesvámosnak az egyik önkormányzati utcájában. Petőfi Sándor utca, ahol most éppen bóklászok, tehát ez a Petőfi Sándor utca. És akkor szépen haladok itt a zöld sávon. Tehát errefelé folytatódik maga a zöld sáv túraútvonal. Tehát jó irányba vagyok, mert errefelé folytatódik. Akkor szépen haladok itt a zöld sáv túraútvonalon, aminek mindjárt meg is tudom mutatni nektek majd a teljesen egyértelmű jelzését, hiszen azért ez egész jó fel van itt tüntetve, hogy merre is halad konkrétan ez a bizonyos zöldsáv túraútvonal, mert tényleg baromi jó fel van tüntetve. Mindjárt meg is tudom nektek mutatni. Aha, itt van a jelzés, megvan. És akkor itt haladok tovább a zöldsávon, aminek a jelzése egyébként itt látható, tehát itt látható a zöldsáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és én a továbbiakban is ezen a bizonyos zöldsáv túraútvonalon fogok bóklászni. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok is tovább ezen a bizonyos zöldsáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Méghozzá arra felé haladok a továbbiakban, mert erre felé folytatódik maga a zöldsáv túraútvonal, és akkor itt szépen haladok a zöldsávon. Most már itt vagyok ugye Nemesvámoson, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát bejöttem Nemesvámosra, és valójában majd ez a zöldsáv túraútvonal is tulajdonképpen itt fog majd véget érni, itt Nemesvámoson, ha jól tudom, vagy esetleg még kivissza a 77-es útig, esetleg oda a buszmegállóhoz, mert ott van kint a 77-es út mellett egy buszmegálló, ahova ez a zöldsáv túraútvonal kivisz tulajdonképpen. Ezt onnan tudom már, hogy ugye, amikor jöttem Hidegkútról busszal, több alkalommal is, azt ugye én láttam, hogy a zöldsáv túraútvonalnak tulajdonképpen ott van a vége, kint a 77-es út mellett, tehát ennek a zöldsáv túraútvonalnak, tehát konkrétan kint a 77-es út mellett van a vége. És ahogy mondottam, ugye erről a zöldsáv túraútvonalról
azt kell tudni, hogy ez elindul ugye Lovasfaluból, a templomtérről, a református templom elől, és tart egészen idáig, Nemesvámosig, és közben érinti Felsőőrst és Veszprémfajszt is, ez a bizonyos zöldsáv túra útvonal, ahol most is éppen bóklászok. És akkor haladok tovább itt a zöldsávon, tehát folytatom tovább a sétámat a zöldsáv túra útvonalon, és itt nem sokára majd jobbra kell kanyarodnom, tehát nem sokára itt majd jobbra le kell kanyarodnom. Ja, igen, jól látom. És itt kell majd jobbra lekanyarodnom, mert a zöldsáv túraútvonal itt jobbra kanyarodik. Igen, tehát itt jobbra. Igen, tehát itt jobbra kell kanyarodni, teljesen egyértelmű a jelzés, hogy itt jobbra kell kanyarodjak. Hát akkor itt megyünk jobbra, lányok és fiúk, kedves nézőim, és akkor a Petőfi Sándor utcát itt hagyjunk, és akkor itt jobbra kell kanyarodnom, méghozzá arra felé, tehát arra felé kell haladjak, mert arra felé folytatódik maga a zöldsáv túra útvonal, tehát abba az irányba folytatódik. Tök jó. Hát még itt se jártam. Most járok itt életemben először. Tehát nekem is ez most újdonság, hogy itt bóklászok. Aha, és itt is halad egy út arrafelé. Tehát arrafelé halad egy út. Ez a Huszárok útja, tehát ez itt a Huszárok útja, és így néz ki a közvetlen környezet. Én ugye onnan jövök, tehát én onnan jövök, én abból az irányból jövök, és így néz ki a közvetlen környezet. És én a továbbiabban konkrétan arra felé fogok haladni, mert arra felé folytatódik ez a bizonyos zöldsáv túra útvonal, tehát erre felé folytatódik. Így hát én is errefelé haladok, mert errefelé folytatódik maga a zöldsáv túraútvonal, tehát errefelé. És akkor haladok tovább itt a zöldsáv túraútvonalon, Nemesvámos területén. Hát valójában ugye teljesítettem egy újabb túraútvonalat ezáltal, tehát ezáltal valójában teljesítettem egy újabb túraútvonalat, most, hogy itt vagyok. Ja, tehát ezáltal egy újabb túraútvonalat teljesítettem, méghozzá a zöldsáv túraútvonalat, hiszen megérkeztem ugye Nemesvámosra, és ez még itt a Petőfi Sándor utca, ahol még én bóklászok. És akkor itt szépen majd haladok arrafelé, lefelé, mert arrafelé kell haladjak. És itt van szembe az egészségház. Tehát itt van szembe az egészségház. A Nemesvámosi egészségház az itt van szembe. Meg a könyvtár is itt van szembe. Tehát ott van a könyvtár, ott az egészségház, illetve orvosi rendelő. Tehát ott van az orvosi rendelő, egészségház. Én pedig ugye konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor haladok tovább itt a zöldsáv túraútvonalon, méghozzá arrafelé. De itt most már rájövök inkább a járdára, mert szerintem itt sokkal a biztonságosabb, mint az úttesten sétálni. Úgyhogy most majd a járdán fogok inkább, mert végül is ez van a gyalogosoknak, a járda, nem pedig az úttest. Úgyhogy lányok és fiúk, haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És még ugye mindig itt vagyok a zöldsáv túraútvonalon.
mert valójában itt vagyok a zöldsávon, és most már ugye Nemesvámoson vagyok tulajdonképpen. Itt van egy általános iskola valószínű, hogy ez itt szembe az általános iskola, tehát ez itt szembe oktatási intézetbe érkezők számára fenntartott parkolóhely, tehát akkor ez itt az általános iskola, ami itt szembe van, tehát ez az általános iskola, ami ott látható szembe, a Nemesvámosi általános iskola, és akkor haladok tovább itt a zöld sávon, folytatom tovább a nénk is sétámat, ezen a bizonyos zöldsáv túra útvonalon. És akkor itt kell majd, ha minden igaz, balra kanyarodnom. Igen. Itt balra kell kanyarodnom. És akkor haladok szépen tovább itt a zöld sávon. Hát ugye itt van a buszforduló. A Nemesvámosi buszforduló. Íme. Az itt van. Én tovább arra felé fogok haladni, tehát én tovább abba az irányba fogok haladni, és itt van a Nemesvámosi buszforduló szemben. Balatonfüred amúgy 12 kilométerre van ide konkrétan. Ugye abba az irányba van Veszprémfajsz, tehát arra felé van Veszprémfajsz, ott van a katolikus templom, abba az irányba van Veszprémfajsz, és akkor szépen haladok is tovább én ebben a sétával, ezen a bizonyos zöldsáv túra útvonalon. Tartsatok velem a továbbiabban is, és a továbbiabban arra felé haladok, és akkor folytatom is tovább a én kis túrámat ezen a bizonyos zöldsáv túra útvonalon. Meg a teljesen egyértelmű jelzését meg is tudom mutatni, mert itt van, tehát íme, itt látható a zöldsáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és a továbbiabban is ezen a zöldsáv túraútvonalon fog bóklászni, amelyek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható, tartsatok velem a továbbiabban is. Akkor így néz ki a közvetlen környezet, ugye autóbuszváróterem, Nemesvámos autóbuszváróterem itt van szembe, és ugye közúton arra felé van Veszprémfajsz, tehát közúton arra felé van Veszprémfajsz, ez itt a Kossuth Lajos utca egyébként, tehát ez itt Nemesvámosnak a Kossuth Lajos utcája. Hát van forgalom, mit ne mondjak. És ugye én ugye abból az irányból jövök, vagyis onnan akarom mondani. És akkor így néz ki a közvetlen környezet. És akkor szépen haladok tovább itt a zöldsáv túra útvonalon. Tartsatok velem a továbbiabban is. Köszönöm szépen. Akkor folytatom tovább a én kis sétámat. Kutyák azért rendesen haragszanak rám, mit nem mondjak. Kutyákat úgy látom idegesíti az, hogy én itt dumálok magamnak. Úgyhogy szépen haladok tovább én ezen a bizonyos zöldsáv túra útvonalon. És ugye, ahogy mondottam, ugye valójából véget is érhetne ez a séta konkrétan, hiszen megérkeztem ugye Nemesvámosra, és ez volt a cél erre a mai napra részemről, hogy idáig Nemesvámosig eljussak gyalogosan. Hát ez jelentem, ez teljesítve van, lányok és fiúk. Tehát ezt én teljesítettem erre a szombati napra, hogy eljutottam idáig. És akkor itt szépen haladok még egy darabon.
itt a zöldsávon. Hát közben a kutyák ugye ugatnak, hisz ez a dolguk, hogy ugassanak, hogy őrizzék a házakat. Akkor én is haladok szépen tovább előre felé ebből a sétával természetesen. És akkor ugye lassacskán magam mögött fogom hagyni Nemes Vámost is. Mert magam mögött fogom hagyni Nemes Vámost. Mert már itt van a falunak a vége tulajdonképpen. Tehát itt van a község vége. És lassacskán szerintem az én sétámnak is a végéhez fogok érni. Azért most a 77-es útig nem fogok lesétálni, mert tudom, hogy ez a zöldsáv túraútvonal ott ér véget, a 77-es számú főútnál, a buszmegállónál. Tehát ott ér véget ez a zöldsáv túraútvonal, de szerintem én odáig nem fogok lesétálni, mert az már ide nagyon közel van. Már csak egy pár száz méter van vissza ebből a zöldsáv túraútvonalból. Hát tényleg már csak egy pár száz méter van vissza belőle. És akkor valójában részemről egy újabb túraútvonal letudva, egy újabb útvonalat letudhatok ezáltal, magam mögött hagyva. És valójában egy újabb túraútvonalat teljesítettem, méghozzá a zöldsáv túraútvonalat. Lovastól idáig Nemes Vámosig, lányok és fiúk, tehát teljesítettem ezt a túraútvonalat is, hiszen már itt Nemes Vámosnak már vége is van. És ez itt ugye a Huszárok útja, ami itt látható. Tehát ez itt a Huszárok útja, hogyha elnézünk arra felé. Arra kint van egy TS Major, Agrokész Kft., tehát arra felé egy mezőgazdasági bérszolgáltatás, szerszám és alkatrészt kereskedelem van. Tehát arrafelé van egy TS, egy mezőgazdasági TS van arrafelé, egy TSC, mondhassunk így, vagy a régi időkből, ugye még az átkosból, ugye az átkosból itt maradt, ugye TSC-k, ugye arrafelé van is egy ilyen, konkrétan, tehát ő abba az irányba. És akkor valójában itt hagyjunk el Nemes Vámost. Tehát Nemes Vámosnak konkrétan itt lesz a vége, lányok és fiúk. És az az igazság, hogy szerintem az én sétám is itt fog véget érni. Csak átmegyek ide az út túloldalára. Meg is mutatom nektek, hogy Nemes Vámosnak itt van a vége. Ahogy látható ezen a felvételen. Tehát itt van vége Nemes Vámosnak. Ahogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor én egy kicsit még haladok arra felé. Kicsit még haladok erre felé. És szerintem beállok ide erre a zöld mezőre. És itt valójából le is zárom az én kis sétámat, hiszen tovább nincs értelme, hiszen a 77-es számú főút már ott látható lent, tehát ott lent ott van már a 77-es számú főút, ahol véget is ér tulajdonképpen ez a zöldsáv túraútvonal, mert ott ér véget ez a zöldsáv túraútvonal, ott lenne a 77-es számú főútnál, ami arra felé van. Lányok és fiúk, szerintem fölhúzódok ide erre a zöld placra, és ott lezárom ezt a videót, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen, gagyi videóban. És itt van mögöttem ugye Nemes Vámos, tehát ott van mögöttem Nemes Vámos, én abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, onnan jöttem, ez itt mögöttem Nemes Vámos, tehát arrafelé vissza Nemes Vámos, és így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát így néz ki, és abban az irányban van a 77-es számú főút, ahol véget is ér konkrétan a zöld sáv túraútvonal,
Így hát én szépen behúzodok ide erre a füves placra, és itt lezárom ezt a videót, és itt megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Ez a séta, ez ennyi lett volna részemről. Részemről itt ért véget ez a séta. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok ebben az újabb kis sétában. Tartsatok velem legközelebb is. Ez a videó, ez ennyi lett volna. Részemről erre a szombati napra véget ért a séta. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Nemesvámos határából. Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!